Jó reggelt, a Baltikum legszebb fővárosából jelentkezem. Hajnali 4 óra van, és nagyon hideg. Pedig még messze az északi sarkör. 10 fok van. Nagyon hideg van. Van rajtam. 1, 2, 3, 4, 5 réteg ruha. És fázok. Rekordsebességgel összepakoltam, és fél óra múlva útra készen álltam. 5 óra előtt pedig már bent is voltam az állomáson. Lettország nem számít drágának, a tegnap megvásárolt jegyem 5 latba kerül, ami körülbelül 1500 forint. Felszállni a vonatra egész egyszerű, a táj kezd átalakulni, egyre több a fenyő és a nyírfa. Az út nem túl izgalmas, de lassan elérem Észtországot. Holnap meg, ha minden jól megy, a finneket. Sajnálom, hogy a Baltikumot félig vonattal szeltem át, de nem akartam a túrámat kockáztatni, lesz még bőven kihívás az elkövetkezendő 5 hétben. A vonat beér Valkába, ez az utolsó lett település, a határ már csak pár kilométer. Amit nehezen találok, fél órába telik, mire kiderítem, Valka két részre van osztva, az északi részt az észt, a déli pedig a lett terület. Tehát a városban van a határ. Ez azt mondja, a város egyik felében még lettül beszélnek, ott már észtül? Vagy mind a két nyelven beszélnek? Tehát azért nincs határ, hiszen ez igen Szovjetunió volt. Tehát ez itt Észtország. Így? Tehát most a bicikli meleje az Észtországban van, a hátulja meg Litvániában. Vagy a Lettországban. És ez ott meg már ez a határ. Egy... Nem tudom. Valaka vége. Szóval innen már nem lesz gond, mert irány észak. A mai cél, hogy elérjen Viljandit, ez Tallinnhoz képest körülbelül félúton fekszik. Nézzük meg, merre van és milyen messze. A tábla szerint 142 kilométer. Na szóval, itt vagyok, Észtországban! Egy nagyon nagy úton, itt sima az út, hála Istennek. Az emberek a faluban mosolyogtak. Hát nem sok autó van az úttesten. A forgalom annyira gyér, hogy 10 percenként találkozok egy autóval, pedig ez egy főút. Hát azért, ilyen táblát ritkán látni Magyarországon. Természetesen ilyen táblát látni felemelő, de egy élő rénszarvas nem csak engem, de a videót is feldobná. És most következzen a nap címadó természeti csodájának a hangja. Elnézést a kellemetlen zajért, nem az önök készülékében van a hiba, és nem is az én mikrofonom ment tönkre, egyszerűen feltámadt a szél, és amilyen szerencsém szokott lenni, most is szembe fúj. Szóval 142 km szembeszélben, és már látom az esőfelhőket is. Ezt nem hiszem el, ebbe a másodpercbe kell csevergni az eső. Pont elmentem egy busz megálló mellett. Na, én várom egy órát, hogy valamennyi. Muszáj. Nem tudom kiszámolni, hogy mi várható. Azért elárulom, már egy vonalban vagyok Skóciával, így kiszámítani milyen idő várható, szinte lehetetlen. Itt óránként változik az időjárás, jönnek-mennek az esőfelhők. Nem is várok sokat, 10 perc múlva újra úton vagyok. Az elkövetkezendő pár órában az erőteljes szembeszél, a néha csepergő eső és a teljesen lapos táj a jellemző. Néha fogalmam nincs, merre megyek, és senkivel nem találkozok, akitől megkérdezhetném, hol vagyok. A teljesen kihalt országban már az is nagy öröm, ha látom, merre kell, hogy menjek. A tábla szerint Viljandi már csak 49 kilométer. Még mindig itt boldogítanak a sötét felhők, és egyre erősebb a szembeszél. Nincs mit tenni, nyomni kell a pedált. Észtország lakossága 1,2 millió fő, és népsűrűsége negyed annyi, mint nálunk. Nem csoda, hogy fél óránként látok egy-egy házat, falut vagy embert. Ha itt valakinek bármilyen baja lesz, várhat bőven a segítségre. Ez az ész kontraszt. Ha balra nézek, sötét lélekgyilkos felhők keserítik az életemet, ha viszont jobbra, ott szinte teljesen kék eget látok. Remélem, hamarosan a jobb oldali látkép fog dominálni, és a nap hátralévő részén úgy is marad. De hiába a kékék, ha a szembeszél meghaladja a 30 km per órát, és ez még nem minden. Amikor már tényleg azt hiszem, hogy már nincsen rosszabb, ránézek az iránytűn és délnek megyek, amikor éjszaknak kéne, hogy menjek. És az utat követtem, erre mutott a Virandit, de hát miért mennék én délre, amikor az éjszaknak megy? Kettő mondom, megnézem a busz megállóba, hogy mit ír ki, hogy hátra rájövök, mi is meg. Komolyan mondom, ez, amikor azt hiszem, hogy nem lehet rosszabb, akkor mindig történik valami. Meg a nap az ugye mögöttem kéne, hogy lenne, ezt erre a nappal szemben megyek. Magyarul tényleg délnek megyek, nem csak az iránytűn halt meg. Igen, fogod ide éjszaknak.
Visszatekertem az előző városba, ott megnéztem az útjelző táblát, és tényleg erre mutatta Viljandit. Kiderül, nem azon az úton megyek, ahol hittem, és már egy magasságban vagyok Viljandival, így ez az út nyugatnak megy, ezért zavart meg a nap állása. Így kerültem 16 kilométert. Végül elérem a mai célomat, itt kell éjszakáznom, vagy az erdőben, vagy bedomom a Magic Cardomat, amit 2 éve találtam ki. Akkor használom, ha a szállásadom nem beszél angolul, mert erre az aktuális nyelven fel van írva, hogy szállást keresek és egyéb szívszorongató lelki szöveg. A kártya laminált, így időtálló. Nem nagyobb egy bankkártyánál, hogy ne foglaljon nagy helyet. A város határán láttam egy családot kertészkedni, és tőlük megkérdeztem, alhatok-e a kertben. A varázskártyát nem kellett használni, mert apu, anyu egyaránt beszélt angolul. Mire elértem a kapubejárót, a kutyát bezártak, és a családfő is ott várt. Okay, thank you very much. Thank you. A sátorállítás gyorsan megy, bár nem annyira, mint a videón. 3 éve használom ezt a sátrat, ismerem, mint a tenyeremet. Van rengeteg hibája, de szeretem, mert belül tágas, teljesen vízhatlan és aránylag gyorsan fel lehet verni. Szellőzik, így a hajnali pára nem ül rá a felszerelésemre. Nem túl magas, ez nagy előny a vadkempingezésnél, bár Skandináviában mindegy, mert ott engedélyezett. Amire néha szükségem is lesz, mert bizony nem szégyenlősek, ami az árat illeti. Felállítom a tábort, a házigazda odasétál, hogy felajánlja a fürdőszobáját, kapok vizet és beszélgetünk pár percet. Elmondja, hogy 2 hete nem esett az eső és kiszáradt a veteménye a kertben. Én meg 4 napja nem látok mást, mint fekete felhőket. Idáig végig szembeszélben tekertem, itt meg alig van légmozgás. Annyira összehaverkodunk, hogy meghív a 2 hét múlva kezdődő 14. East Folk Fesztiválra. Viljandi lakossága 2000 fő, és a fesztiválon 4000-nél is többen szórakoznak. Azt mondja, jó a hangulat és a zene. Szinte minden kertben idegen sátrasok vannak. Szívesen maradnék, de holnapra lefoglaltam a hajójegyem Helsinkibe. De ha egyszer erre járok megint, és pont akkor lesz a sokadik East Folk Fesztivál, akkor nem hagyom ki. Ezzel a képpel búcsúzom innen Viljandiból.